A tudomány volt az első, aki megtagadta az Isten. A mai napig is minden tudományos kísérlet többek közt azért folyik, hogy megtagadhassák és bizonyíthassák, hogy nincs Isten. Egyre távolabb kerültek a teremtőtől, a koherenciától, és egyre közelebb kerültek a káoszhoz. A mi világunkban tényleg evolúcióban? Fejlődünk valahova? Vagy involúcióban? A régmúlt ember egy egész másfajta tudatállapottal rendelkezett. Magasabb kozmikus hatalmak támogatták az embereket, hiszen nap mint nap kapcsolatban voltak velünk. Ma is támogatják az embert. Minden éjszaka 4-szer, 5-szer, fél órát kapcsolatba lépnek velünk. Nyugallatokat adnak, álmokat adnak, de a mai ember már az álmaira sem figyel oda.